Szegugat jogosította fel. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét? Igen, köszönöm, elnök úr, elfogadom. Elfogadja öni a szó, Székely Sándor képviselő úr. Igen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, államtitkár úr, tisztelt ház. Ebben a házban nemrégiben elfogadták az orvosokról és az egészségügyi szakdolgozókról és a kórházi dolgozókról szóló törvényt, amelyben bár vannak valóban előremutató dolgok is, de sajnos összességében ez a törvény azt eredményezi, hogy nagyon sok orvos és rengeteg szakápoló azt tervezi, hogy el fogja hagyni a pályát. Úgy tudom, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr az előkészületek során tanácsadójával fogadta az orvoskamara elnökét, Kincses Gyulát. Noha a kamaráknak nem dolga a javadalmazások ügyében eljárni a kormányok felé, ráadásul az egészségügyi szakszervezeteket majdnem teljesen kihagyták a tárgyalási folyamatokból. A helyzet kuszaságát látva és a nagyon rövid döntés időre, hiszen egy-két nap alatt nyomták át ezt a törvényt a házon, én ezt a törvényhez nem adtam a nevemet. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy képviselő számára milyen nehéz egy olyan törvény ellen szavazni, amiben béremelés is van, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben jobban tette volna a tisztelt ház, hogyha nem mehet szavaz, mert ezzel a törvényel mindenki veszíteni fog, beteg és orvos egyaránt. Azt kockáztatjuk, hogy az állampolgárok a jövőben csak úgy jutnak normális gyógyításhoz, ha azt a piacon megfizetik, hiszen várhatóan rengeteg magyar orvos és rengeteg szakápoló fog magánpraxisba vonulni, külföldre menni, vagy elhagyni a pályát. Összességében tehát önök egy kamu fizetésemelés kommunikációjával hosszú távon fizetősé teszik az egész magyar egészségügyet, rövid távon pedig a járványhelyzet kellős közepén veszélyeztetik az ország lakosságának az életét. Kérdezem tehát, hogy tervezik-e az orvosok és a szakdolgozók jogállására vonatkozó törvényt visszavonni, illetve hogy mikor akarnak a magyar egészségügy és a magyar emberek egészségügyi ellátása.